extrakciós eljárások. Ugye az extrakciós eljárásoknak a lényege az lenne, hogy több komponensű rendszerek szétválasztása egyes alkotó elemeire. Ebben a kísérletben is ezt fogjuk végrehajtani, mégpedig ugye a zöld leveleknek a klorofil tartalmát próbáljuk majd kinyerni, és ezzel fogunk különböző kísérleteket csinálni. A kísérlet leírásban szerepel, hogy ugye spenót levelet használjunk, és ezeket a zöld leveleket, amiket sikerült beszereznünk, ezeket belerakjuk ebbe a forró vízbe, megpróbálom egy kicsit beáztatni őket a forró vízbe. Egy kicsit benne hagyjuk. Majd pedig ollóval fel fogjuk őket vágni kisebb darabra, és egy nagyobb mennyiséget majd a dörzsmozsárba egy kis kvarc homoknak a segítségével össze fogunk dörzsölni. Ennyi idő már elég is lesz a leveleknek. Lekapcsoljuk addig ezt a főzőlapot. Figyeljünk rá, várjunk egy kicsit, hogy a levelek ki tudjanak hűlni. Próbáljuk meg minél kisebb darabra fölvágni őket. Hozzáadunk egy kis kvarchomokot. Ez segíti a szövetnek a szétroncsolását, illetve hozzáöntünk egy nagyon kevés acetont. Elkezdjük a dörzsölést, próbáljuk meg minél jobban szétroncsolni a leveleket.
öntünk még hozzá egy kevés acetont, és leszűrünk belőle redős szűrőn, körülbelül 15-20 köbcentiméterre lesz szükségünk. Még adok hozzá egy nagyon kevés acetont. A redős szűrő, használunk hozzá még egy üvegtölcsért. Fogjuk, látható már a dörzsmazsárba, milyen szép zöld színe van a kvarchomokkal és az acetonnal elkészített oldatunknak. Átöntjük egy főzőpohárba. Ezt követően pedig redős szűrő segítségével leszűrjük. Ez is eltarthat néhány percig. Redős szűrőn leszűrtük a klorofil oldatunkat, és a klorofil oldat különböző fényelnyelő pigmentjeit, ugye az oldódási tulajdonságaik, különbözőségével tudjuk elkülöníteni. Fogunk 5 köbcentimétert a klorofil oldatunkból, belehelyezzük a rázótölcsérünkbe, majd pedig hozzáöntünk 5 köbcentiméter vagy petrolétert vagy benzint. Mi most benzint fogunk hozzáönteni, szintén 5 köbcentimétert. Majd pedig rárakjuk a tetejét a rázótölcsére, egy kicsit meglötyköljük, jól összekeveredjen. Ezt követően pedig megvárjuk, hogy két fázis kialakuljon majd a rázótölcsérnek a felszínén, látható is már. Itt egy vékony határvonal mentén két fázis kezd el kialakulni. Megpróbálom nagyon óvatosan leengedni az alsó fázist. Próbálok arra figyelni, hogy a felső részből szép óvatosan. Láthatjuk, ahogy a fázis határ ugye megy le, és amikor odaérne a következő fázishoz, akkor elzárjuk a csapot. Jó. Sikerült a két fázist elválasztanunk. Látható, hogy ugye ez sötét zöldebb, ez pedig világosabb. Az alsó fázist ugye elválasztottuk a felső fázistól, megállapítottuk, hogy egy világosabb, illetve egy sötétebb színű fázis keletkezett. A megmaradt fázisunkhoz pedig most 5 köbcentiméter
metanolt és 1 köbcentiméter vizet fogunk adni, és megnézzük, hogy a különböző fázisok hogyan különülnek el. 5 köbcentiméter metanol. És 1 köbcentiméter víz. Rárakjuk a tetejét a töltsérünkre, megrázzuk egy kicsit. És megfigyeljük az újabb fázis szétválást, ami ismét nagyon jól kivehető és nagyon jól észrevehető. Felül ismét egy sötétebb zöld, élénkebb zöld szín van, alul pedig egy halványabb. A kísérletet elvégeztük, a kísérlet jól sikerült, és ezek alapján most töltsük ki a munkafüzetnek a feladatait.